A növekedést jól jelzi, hogy volt olyan nap, amikor több mint 90 beteg kereste fel a házi orvost. Nagyon úgy néz ki, hogy a megfázásos, meghűléses megbetegedések száma fokozatosan nő, nyilván ez befolyásolja az időjárás is. Általában felső és alsó légúti panaszokkal jelentkeznek a rendelőben. A náthás időszak elérkezett, talán nem megfelelő felöltözés, vagy esőben történő kint járás, nem megfelelő lakásfűtés. Tehát lényegében egy ilyen megfázásos tünetek igen gyakoriak manapság. Emellett torokfájások, arcüreg, homloküregtáji panaszokkal jelentkeznek, és hát gyakran látunk köhögést a betegeknél, részben produktív, tehát hurutos jellegű, részben száraz köhögést. Elsősorban talán ezek tehát a felső és alsó légúti tünetek azok, amelyek uralják a képet itt a rendelőben. Influenzás tünetekkel eddig még nem találkozott Weiss Zoltán a betegeknél. Kis náthás, meg ezek az előbb említett légúti tünetekkel jelentkező betegek száma az ugyan nő, ami nem kifejezetten influenza betegségre utal, meghűléses betegségek csoportjába tartoznak ezek a betegek, akik így jelentkeznek, mert ugyanis az influenzának egy külön tünettana van, magas lázzal járó betegségről van szó. Általában magas lázas állapotokkal még mostanában nem jelentkeztek. A betegségek elkerülésének legjobb módja a megelőzés. Ilyenkor jobban figyeljünk oda a kézmosásra és a tárgyak feltöltlenítésére is. Ugyanis a légúti betegségek legtöbbje cseppfertőzéssel terjed. Elsősorban kerülni kell a tömegrendezvényeket, ha mód van rá, mert ezek a jó rész vírusos, de bakteriális fertőzések is cseppfertőzés útján terjednek, és nyilván nagyobb tömegben könnyebben elkaphatják a betegek ezeket a betegségeket. Vitamindús étkezéssel az ellenanyagot, illetve az ellen, mégiscsak ellenanyagoknak a megjelenést a szervezetben tudjuk fokozni, az ellenálló képességet tudjuk fokozni. Gyakori szellőztetést javaslok otthon a lakásban, ezáltal a friss levegőn történő járást, mozgást szintén ajánlom. Elsősorban ezekkel lehet védekezni, illetve ha kimondottan az influenzára gondolunk, akkor a védőoltás az, amivel talán meg lehet előzni a influenza kialakulását. Volt olyan beteg, hogy azt mondta, hogy az idén nem kívánja beadatni az influenza elleni védőoltást, mert tavaly is meg volt fázva. Na most az influenza elleni védőoltás a megfázás ellen semmit nem fog érni. Ettől nyugodtan megfázhatunk, ettől nyugodtan lehet torokgyulladásunk, nyugodtan lehet mandulagyulladásunk. Az influenza ellen viszont véd, és az idén is beszerezhető ingyen és bérmentve háziorvosi rendelőkbe a betegeknek ez a védőoltás.